Sziasztok! Az eszemmel tudom, hogy nincs okom rosszul érezni magam, de mégis rosszul érzem magam. Ezzel kapcsolatban hoztam nektek most egy villám élő videót. Elkezdtük egy pár hete így együtt ezeket az élőzéseket újra. Igyekszem rövid és gyorsan emészthető videókat hozni, amik hasznosak a számotokra. És ez egy nagyon gyakori probléma, amivel sokan szoktak hozzám fordulni. Meg sokszor hallom a hétköznapi beszélgetések során is, hogy gyakran előfordul, hogy valamit tudunk az eszünkkel, de mégis rosszul érezzük magunkat annak ellenére, hogy az eszünkkel valahogy felfogjuk, hogy se szégyelni nincs okom magam, se félni nincs okom az adott helyzetben, sem így vagy úgy valamilyen módon negatívan érezni magam. És arra gondoltam, hogy egy nagyon rövid kis összefoglalót hozok arról, a teljesség igénye nélkül, hogy mi minden lehet emögött. Sziasztok, sziasztok! Írjatok kommentet, és írjatok nyugodtan, hogy hogy vagytok, meg bármilyen kérdés eszetekbe jut, hogy miről tartsak élőt, azt is megnézem, na de akkor folytatom is. Felírtam ide magamnak néhány dolgot, majd néha oldalra fogok pillantani. Az egyik legfontosabb dolog, amit a teljesség igénye nélkül szeretnék elmondani erről a témáról, hogy sokszor azért van az, hogy a jelen helyzetet megvizsgálva nem találjuk a magyarázatot arra igazán, hogy rosszul érezzük magunkat, az, hogy a jelen helyzetben csak egy emlékeztető inger van, ami valahogyan emlékeztet minket egy későbbi, sziasztok, egy későbbi, vagy egy régebbi, múltbeli eseményre, és ez az emlékeztető aspektus, ez nagyon aprócska is lehet, ami nem üti meg a mi inger küszöbünket abban a tekintetben, hogy nem tudatosul, és tudat alatt marad, de mégis valahogy triggereli azt a régi múltbeli kellemetlen élményt, és ennek a kellemetlen élménynek a testi lenyomata, vagy érzelmi lenyomata jelenik meg bennünk. Kérdezte itt egyikőtök, hogy visszanézhető lesz-e, és igen, visszanézhető lesz később. Szóval ez a testi lenyomat, vagy érzelmi lenyomat, ami egy múltbeli eseményben megvolt, és most újra itt van velünk, ezek olyan dolgok, amik külön-külön is az emléktől függetlenül is tárolódni tudnak, tehát lehet olyan múltbeli emlékünk valamiről, aminek a története már rég nem jut eszünkbe, vagy sose alakult ki róla tudatos emlék, de a testérzet, a testi lenyomat, a testünknek az akkori, mondjuk úgy biokémiája, az meg megmarad, és ki tud változni ilyenkor, és mondjuk lehet, hogy egy bizonyos helyzetben sokszor gyomorgörcsön volt gyerekként, és felnőttként is ahhoz hasonló helyzetekre így reagál a testem, még akkor is, hogyha egyébként a jelen helyzetben nincsen veszély. És erre mondjuk az lehet a magyarázat, vagy úgy is megfogalmazhatjuk ezt az egészet, hogy egyfajta jelenidejű fenyegetettséget élünk át akkor is, amikor a jelenben nincsen biztonságot fenyegető veszélyhelyzet, de valami hasonlóság okán az agyunk úgy érzékeli, hogy újra veszélyben vagyunk. És ez nem csak veszélyhelyzetekre lehet igaz egyébként, hanem igaz lehet olyan helyzetekre is, hogyha mondjuk valaki megkritizál minket, igazságtalanul negatívan, vagy nagyon bántó módon, vagy megszégyenít minket, és bántó velünk, de végig gondolva az ő kritikáját, azt látjuk, hogy egyébként a lelkiismeretünk tiszta, jól jártunk el az adott helyzetben, alapvetően elégedettek vagyunk magunkkal, és az eszünkkel tudjuk, hogy valahogy nem rólunk szól az ő véleménye, meg nem igaz ránk, amit ő most oda vetett nekünk, nyersen és megmunkálatlanul egy bántó én állapotból, nem pedig az ő egészséges én állapotából, de mi mégis elkezdtük szégyelni magunkat, és mégis elkezdtük azt érezni, hogy úristen, ha tudom az eszemmel, hogy nincs okom szégyelni magam, és nem követtem el semmilyen hibát, akkor most mégis miért kezdtem azt érezni, hogy fú, akkor lehet, hogy mégse vagyok elég jó, hogy ez hogy van, hogy az eszem ezt sugja, de az érzésem meg valahogy más sugal. És hogy itt nem arról van szó, hogy mert akkor betalált a bántó, nyersen és megmunkálatlanul odavágott kritika, hanem sokszor ez is egy olyan dolog, ami emlékeztet minket valami régi élményre, és annak az egyik vagy másik érzelmi vagy testi komponense
megjelenik bennünk. És ez azért fontos még, mert hogy mi úgy fogalmazzuk meg ugyan, hogy az eszemmel tudom, de az az igazság, hogy itt egyáltalán nem az eszünkről van elsősorban szó, vagy ez egy nem a legtalálóbb kifejezés, inkább így mondanám, mert hogy inkább én állapotokban gondolkodva lehet ezt könnyebben megérteni, és az eszemmel tudom kifejezést azra cserélném, vagy azzal helyettesíteném, hogy az egészséges felnőtt én állapotom tudja. És az a baj, hogy arról az én állapotunkról meg egyáltalán nem gondoskodunk, és azt az én állapotunkat elhanyagoljuk, és elfeledkezünk arról az én állapotunkról, aki hordozza mondjuk magában ezt a szégyent, vagy ezt a félelmet, és nem tudjuk annyival ezt lerendezni, hogy ne törődj vele, az ilyenekkel nem kell foglalkozni, tudod, hogy milyenek az emberek, hogy magával van baja, és hiába mondogatja ezt nekünk a környezetünk, mondjuk az egyik munkatársunk megkritizált minket, és akkor otthon elmeséljük a párunknak, vagy a családtagjainknak, és akkor ők elkezdenek ezzel minket vigasztalni, azért nem segít, mert aki az az én állapot, aki szégyeli magát belül bennünk, vele még nem törődött senki. És nekünk arra kell rátanulnunk, hogy az egészséges felnőtt én állapotunkból, ugye önmagunk legjobb szülőjévé válva, megtanuljuk megvigasztalni magunkat, és foglalkozni ezzel a sérülékeny belső gyermekkel, mert hogy minden egészséges, normális embernek is több én állapota van, és univerzális az, hogy mindannyiunknak van egy egészséges felnőtt állapota, és hogy van mondjuk boldog gyermek én állapota, amikor belefeledkezünk a játékba felnőttként is, és van egy sérülékeny belső gyermek állapotunk is, akinek mondjuk tényleg könnyen esékeny az önértékelése, és bizony-bizony nem tudjuk, sokáig úgy növünk fel, és sokáig nem is gondolunk bele, hogy erről a sérülékeny belső gyerekről úgy kell gondoskodni, mint a tényleg lenne egy gyerekünk. És ez nyilván van, akinek sokkal nehezebb, meg van, akinek ez sokkal intenzívebben, meg nagyobb tempóban kell, vagy nagyobb odafigyeléssel kell csinálni, nagyobb energiákat kell ehhez mozgósítani, és nehezebb. És van, akinek ez könnyedén megy, jobban hozzáférhető, nem annyira ijesztő a saját sérülékeny belső gyermekünkre ránézni. De azt szeretném nektek mondani tanulságként, és ennyit szerettem volna, ez tényleg egy villámélő volt, hogy nem fogjátok tudni ezeket a helyzeteket azzal elintézni és megoldani, hogy az eszemmel tudom, és jól kéne lennem, és hagyjuk már, és hogy akkor ennek így vége, hanem ott lesz a megoldás, és ott van a kutya elásva, hogyha ránéztek arra az én állapototokra, aki mégis szégyeli magát, és mégis megijedt, és megvigasztaljátok magatokat. Például lehet ezt úgy, hogy olyan mondatokat mondtok magatoknak, amit egy legjobb barátotoknak mondanátok, és nem logikázva, hogy de hát te is tudod, hogy nincs miért rosszul érezni magad, mert ennek a sérülékeny belső gyermeknek ez nem segít, hanem mondjuk olyanokat lehet mondani, hogy én megvédelek, vagy hogy én kiállok melletted, én úgy is szeretlek, hogyha elrontasz valamit, vagy ehhez hasonló mondatokat. Kérlek, írjátok meg, most még így itt vagyok élőben veletek, hogy hasznos volt-e a videó. Direkt ilyen rövidet terveztem, hogy könnyű legyen feldolgozni, hogy miről hozzak még videót, vagy hogy milyen kérdés merült fel bennetek. Jött is egy kérdés. Az ilyen helyzeteket adott pillanatban kell próbálni kezelni, vagy van mód éles helyzeten kívül ápolni egy ilyen sérülést? Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Az nagyon fontos, hogy mind a kettő lehetséges, és lehet olyan, hogy valamikor adott pillanatban nem tudjuk ezt megtenni, mert nem tudunk kapcsolni, és van, amikor az adott helyzetben is tudjuk kezelni, meg utólag is, és két ilyen éles helyzet között is lehet azzal foglalkozni, hogyha legközelebb újra élesedik egy ilyen helyzet, már sokkal-sokkal könnyebb legyen, úgyhogy mind a kettőt javaslom, és ha mód van rá, akkor mind a kettőt csináljátok, hogyha meg az egyik nem megy, akkor inkább csak a másikat. Közben itt van Elcsi, aki írja, hogy imádom a belső gyermek gyakorlatot, de ebben a helyzetben, amiről beszéltünk is, nem jutott volna eszembe elővenni. Köszi Elcsi, hogy megírtad, azért van itt ezzel kapcsolatban Elcsi, mert ő adta az ötletet ennek az élő videónak a témájára, örülök, hogy hasznos volt. Máskor is remélem, hogy fogod tudni alkalmazni. Köszönöm, hogy itt voltatok, és várom, hogy írjatok nekem bármilyen élő videóval kapcsolatos ötlettel,
kapcsolatban. Sziasztok, és jó pihenést még erre a kis időre, vasárnap estére!